Sziasztok, üdvözöllek benneteket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint Dunaharasztiról. Itt állok a Némedi út, Táncsics Mihály utca és a Gyárköz utca sarkán. Az a Táncsics, az a József Attila művelődési ház, és ahogy megfordulok, ez a Némedi út, ami kettészeli úgymond Harasztit, és nem másról lenne szó, mint a Harasztin folyó munkálatokról. Én egy ilyen átölelő videót szeretnék csinálni, ez egy extra videó lesz ebbe a hónapban, mert én már készítettem videót Dunaharasztiról márciusban, de mivel látványos változások történtek, és Becski Andrist is láttam, hogy múlt hét szombaton járt nálunk, a videón keresztül láttam, mert nem beszéltem vele személyesen, de láttam, hogy megörökítette ő is itt a változásokat, főleg erre a aluljáróra fuzionált ő rá, meg az állomásra. Korábbi videójában bemutatta, hogy hogyan áll a Dunatisza csatornának a vasúti hídja is, ami a legnagyobb építési elem a vonal életében, amit csinálnak. De természetesen én így globálisan nézem, és végig fogjuk járni az összes helyszínt itt Harasztin, ahogyan szoktam. Láthatjátok, hogy itt a József Attila művelődési háznak az oldalában készül az új támfal. Itt van ez a nagy cölöp pölőgép, ezzel csinálják a betonszerkezetnek a helyét meg. Természetesen a művelődési házat bevédték egy ilyen fóliával, vagy rásselhálóval, valamivel, hogy ne legyen saras betonos. És ott van a ideiglenes híd is, ami valószínűsítetőleg a régi Dunatisza csatorna hídnak a híd szerkezete. Itt van egy pumpa is, beljebb hátrébb áll egy daru is, nagy munkálatok folynak. De mivel ma nagy péntek van, mikor készítem ezt a videót, mert én csütörtökre terveztem, hogy videózok, még időben is végeztem a munkával, de olyan orkán erejű szél fújt, hogy inkább áttettem egy másik napra, és ez a másik nap, ez pont nagy péntekre esik. Most is fúj a szél, de nem annyira, mint tegnap. Gyertek és körbejárjuk a állomást is, és fentről, lentről, mindenhonnan megnézzük, hogy hogyan is áll pontosan a aluljárónak a építkezése. Amúgy az előző videóban is fellelhető volt egy új közúti aluljárónak a építése, mert Soroksáron is készül. Hali-hali! Jó nagyot sétáltak! Nekem is ez kéne a hérával, hogy fogyókúrázom meg én is. Csak lusta vagyok, mint a sár! Na, szóval körbejárjuk itt az építkezést, csak pont jött a szomszéd a kutyusával, aztán csak néztem, hogy mekkora kört mentek. Hát itt így néz ki a plac. Itt van a ideiglenes gyalogos átjáróhely, amit csináltak. Itt van a harmadik vágánynak egy darabkája. Ennyi maradt meg, amit itt láttok. Ez volt az átmenő fővágány. Itt van egy MP2-es aktrosz, V8-as billencses, óriási nagy zúzott kőhalom, és itt állnak a billencsesek. Ott egy kétéltű munkagép. Szóval halad a projekt. Megmutatom nektek még egyszer ezt a gyalogos átjárót, és akkor itt van a ideiglenes fővágány, amin zajlik az anyagolás, és ott van a ideiglenes híd is. Itt egy óriási nagy kurfli van benne, szóval ez így nem fog maradni, ez csak így ideiglenesen csinálták meg. És itt amúgy nagyon prímán megcsinálták ezt a rámpát is, szóval kerekesszékesek is át tudnak jönni, illetve a babakocsisok meg a biciklisek is le tudják tolni a bringát, és itt van a lépcső is, és ott van a beáványozott, teljes mértékig levert vakolattal álló állomásépület, ami meg fog újulni. Gyertek, lássuk meg itt a beruházást. Ez fölborogatta a szél a mobilkerítést, simán be lehet menni. Itt is van valami konténer rész a munkásoknak. Jó
Jóval nagyobb lesz, jóval szélesebb lesz az új átjáró. Ha minden igaz, akkor egy-egy sáv lesz, és lesz gyalogos, illetve ringás út is. Láthatjátok, hogy így alakul, itt van a ideiglenes híd. Itt egy munkagép, agregátor, itt az állomásépület, és felmegyünk ide a vágányokra. És itt meg az látható, hogy már ezt a felét a régi aluljárónak elpucolták, ott még megvan még a régi aluljárónak a fala, és láthatjátok, hogy mennyivel beljebb van a új épület, az új támfal, az új pillér, teljes mértékig mindent elpucoltak. Hát nem úszta meg a 100 éves távíró oszlop se, pedig többen írták, hogy ez jó lenne, ha megmaradhatna, de hát nem maradt meg. Láthatjátok, hogy itt készül a új támfal. Végig csinálják. És így néz ki a nagy gödör az aluljárónak a helye. Itt is egy munkagép, egy G-hidas. És innen is a pumpa, cölöpölőgép. És itt vannak a támfalnak a vasbeton szerkezethez az acélelemek. Gyalogolunk itt a hídon, körbetekintően vonat nem jön. Ott is egy munkagép, szóval fel vannak szerelkezve munkagéppel a munkások. És akkor így fest a állomás felől a állomásépület. Teljes mértékig leverték a vakolatot. Például Kunszent Miklós tassal ellentétben ott előbb kiszedték a belsejét, az ajzatot, meg mindent, meg kiszedték a nyílászárokat. Itt még a mai napig megvannak a nyílászárok, de a vakolat az már lekerült. És akkor itt sétálunk tovább a állomásnak a területén, és arra leszünk figyelmesek, én már látom, lehet, hogy már ti is, hogy elkezdték elbontani a régi aluljárónak a szerkezetét, mert amíg nem volt kész itt az aluljáró, addig a harmadik vágányt használták ilyen átmenő vágánynak, és addig meg kellett tartani, de mivel kész van már itt a test, látható, hogy itt van a gyalogos feljáró, ott van a liftakna, és kész van a föld alatt, a vágányok alatt is már a aluljárónak a testje, ezért elbontásra került a régi aluljáró, amit mindjárt ti is meg fogtok pillantani. Még az Andris... Na, szóval elbontásra került itt az aluljáró, csak most betaláltak az őrök, pedig direkt úgymond még kapóra is jött, hogy hétvége van, és üdnapnap, hogy nincs munka, így legalább nem csesztetik az ember, de most kiadták neki utasításba, hogy nem lehet itt az építkezés területén videózni. Szóval most majd úgy fogom már majd csinálni, hogy kívülről fogok videózni. Nem lehet itt szambázni, mert hogy láttak egy videót az interneten, és hogy ez mennyire felháborító, meg itt meg úgy, hát mondom. Még én ismerem is ezt az embert, aki készítette. Szerintem örülni kéne az ilyen embereknek, akik megörökítik ezeket a munkákat, hogy ráadozzák az idejüket, pénzüket, meg mindent is. De hát itt ezek a cégek, ezek nem így állnak az emberhez, hanem ellenséget látnak bennük, pedig szerintem semmi szigorúan titkos nincs ebbe a felújítási projektbe. Na mindegy, mostantól akkor úgy kell videóznom, hogy kívülről. Itt is áll egy ilyen kínai márkájú kétéleti, ott egy ilyen dózergép, és akkor így kívülről meg tudom nektek mutatni, hogy itt van a liftakna, a kupac mögött van a lépcső lejáró, és a túloldalt pedig elbontották a, hogy is hívják ott a aluljárót. Itt van az SK55-ös peronnak a peronszegélye is. De nem is húznám tovább itt a videót, még itt lemegyek a lépcsőn, és akkor a Dózsa-György út felől is megmutatom nektek a pályát, hogy hogyan is fest. Aztán átmegyek az autóhoz, és akkor megyünk, megnézzük a különböző építési helyeket, ahol én meg szoktam állni, meglessük a Dunatisza csatorna hidat is, meg mindent is, meg elmegyünk majd Soroksár irányába is. Hát nagyon sajnálom, hogy ilyen ellenségesen állnak a fotósokhoz, videósokhoz az építkezésen. Nem értem, hogy miért nem értékelik azt, hogy legalább meg marad az utókornak, hogy ez a
óriási nagy projekt hogyan is épült, mert amúgy ezt dokumentálhatná adott cég is, a Kolász, meg a különböző befektetők, de csesznek rá mindenre, semmit nem dokumentálnak. Vagyunk egy páran, akik ilyen elvetemültek vagyunk, és kijárunk az építkezésekre havonta, és akkor elzavargásszák az embert. Nem is értem, hogy ez mire jó amúgy, de hát ilyenek. Itt a hirdetmény, mintha nem tudnánk, hogy Vágányzár van. És akkor itt van a Dózsa György út, idáig lehet jönni autóval, és itt van a két megálló, ami a vasútállomáshoz legközelebbi, ez a Tesco felé, ez pedig a hévállomás felé menő buszoknak a megállója. Na hát így néz ki innen a Dózsa György út felől a beruházás, így néz ki a ideiglenes híd, jó nagy gödör, csinálják a munkálatokat, és ott pedig a beállványzott állomásépület. Hát nagyon sajnálom, hogy el lettem zavarva, a picsába. Nem értem, hogy miért gond ez. De hát látjátok, ilyen negatívak a emberrel, sajnos. Hogy ő nekik kiadták ezt utasításba, hogy nem lehet videózni az építkezést. Mint hogyha valami titkos dolgot örökítenénk meg. A beruházással kapcsolatban, nem tudom, mindenki látja, hogy hogy folyik. TikTokra szeretik az emberek, én azt látom, hogy elég jó megtekintései vannak ezeknek a videóknak. Na mindegy, ennyit róla, megnézzük, hogy mi van a Piasztéri átjárónál, Magyar utcai átjárónál, azaz Haraszti alsónál, és akkor megnézzük a Csati hídat is, és utána átmegyünk a másik irányba, Rákóczi utcához, és a határúti átjárónál lezárom majd a videót. Láthatjátok, hogy most itt a lépcsőn megyek fel. Erre már voltam. Nézzétek meg, hogy itt is elkezdték telepíteni a felső vezeték tartó oszlopokat. A bal vágánynak a jobb vágány van meg. Végig már le vannak rakva a felső vezeték tartó oszlopok. Itt vagyunk a Piasztéri átjárónál. Na hát most Dunaharaszti nagyállomás felé nézünk. Ez a jobb vágány. És a balvágánynak hűlt helye van, de láthatjátok, hogy kihelyezésre kerültek a felsővezeték tartó oszlopok már. És ott jön a Haraszti helyi járat egy Iveco kis midibusz személyében. Erre fog jönni. Na hát, így fest a felújítás, nyílt vonalon. És akkor megfordulok, most Dunaharaszti alsó, Taksony irányába nézünk. Itt van a jobb vágány és a bal vágány, ahol az eredeti vágány volt, annak még a hűlt helye. Szépen hordják fel a különböző rétegeket, épül ez a lépítmény, de a felső vezeték tartó oszlopok már állnak. Már menjünk a következő forgatási helyszínre, ami nem más, mint a Magyar utcai vasúti átjáró, alias Dunaharaszti alsó megállóhely. Itt van a Passazia, teszi a dolgát, vele megyek A-ból B-be. Na hát itt vagyunk Dunaharaszti alsónál, Magyar utcai vasúti átjárónál. Itt volt a megállóhelynek a hűlt helye, pont ketté vágta az út átjáró. Ott volt a kis esőbe álló tartózkodó, ahol pont most a gödör van. Láthatjátok, hogy állnak a felső vezeték tartó oszlopok. És most nézzünk Taksony irányába, és azt láthatjátok, hogy Taksony irányába eltolták a megállóhelyet. Készül a SK55-ös új peron. A szegély már le is van rakva, töltik fel a peront, és gondolom idővel elkezdik majd a térburkolatot is. De a bal vágányba
csapatnak a helyét láthatjátok, csinálják a csapadékvízelvezetést, illetve majd itt is fog kapni egy peronszegét másik oldali rész is. Láthatjátok, ott följebb ott van a megállóhelynek a táblája, szóval annó ott onnan indult, és akkor így a piac tér irányába húzódott el, pont ketté vágta az átjáró, de hogy ne legyen ilyen gázos a megállóhely, ezért Taksony irányába eltolták, és így találták ki, hogy így jobb lesz, így nem fog a vonat állni az útátjáróban. Na hát menjünk a következő forgatási helyszínre. Na hát itt vagyok a következő forgatási helyszínen. Most Dunaharaszti nagyállomás felé nézünk Budapest irányába. Itt az látható, hogy a felsővezeték tartó oszlopok már ki vannak helyezve. Itt van a jobb vágány, bal vágánynak hűlt helye, ami régen a fővágány volt, hiszen egyvágányos volt a Budapest-Belgrád kelebéi vonal. És itt a két szélén elkezdték a csapadékvízzel vezető kis árkot is kiépíteni. És fordulok egyet Soroksár irányába, és ott van szembe velünk a két híd. A jobb vágánynak a híd szerkezete az már teljes mértékig elkészült, a bal vágánynak a híd szerkezetét még heggeztik, az még építés alatt áll. Ott a túloldalt ott van az őrkocsi, most mindenhova őröket helyeztek ki, mert nagyon ellenségesek a videósok, illetve a fotósok az építkezésnek, nem tudom, hogy miért. Itt vannak ilyen SK55-ös peronszegélyek lehelyezve. Itt van egy ilyen gödör, ez jó kérdés, hogy itt mi lesz, majd egyszer kiderül, majd megtudjuk idővel. De itt a földön, nem a vágányoknál, hanem itt a földön, itt elsétálok a híthoz, és akkor megmutatom nektek, hogy hogyan is fest. Lehet, hogy még átsétálok a túloldalra is, és akkor az új híd szerkezetet is megmutatom, amit elvileg májusban adnak át, de ezt csak a Andrisnak a videójából hallottam, hogy akkor időzítik a átadást. Sajnos fúj a szél, lehet, hogy egy kicsit szélzős lesz a videó, nagyon sajnálom. Szél ellen sajnos nem tudom mit tenni. Tegnap még jobban fújt a szél, azért nem jöttem ki videózni. Láthatjátok, hogy itt ki van mélyítve, de nem tudom, hogy mi célból, hiszen a másik vágány a túloldalt fog épülni. Így néz ki a híd, és a másik is mellette, csak az még nincs teljes mértékig összeszerelve, összeheggesztve. De itt, ott látszik a toldás, ott már össze van heggesztve, szóval szépen haladnak a hídnak a építésével. És itt lenn van egy ilyen kis átjáró, a hídnak a átjárója, és láthatjátok, hogy mennyivel nagyobb lett a új híd szerkezet, mint a régi. Hát nem tudom, hogy elbontják-e a réginek a pillérjeit, vagy így marad mementóba. Mindjárt lesétálunk oda a kis híthoz, és akkor megmutatom nektek alulról is, hogy hogyan is fest. Hát így fest a építkezés innen lentre. Ezt a múltkori videóban még nem mutattam nektek, hogy egy ilyen ideiglenes szerkezet van készítve, és azt tartja egyelőre a hidat. Láthatjátok, hogy ilyen óriási nagy fém szerkezet van építve, és itt van a régi pillér, és annyival beljebb van az új pillér. Itt van egy ilyen kis gyalogos híd, ez már korábban is itt volt. Látjátok, hogy ott tartja a hidat a fém szerkezet. Ugyanígy építették meg ezt a jobb vágánynak is a hídját. Így fest.
ott látszik, hogy össze van már heggesztve, meg ott is, szóval már össze van heggesztve a híd. Még múltkor, mikor az Andris videózott itt, akkor még nem volt össze heggesztve. Egy-két hét alatt ennyit változnak a dolgok. Hát így fest innen alulról, és láthatjátok, hogy itt volt a régi pillér, és mennyivel kijebb van az új. Itt ezt el lehetne bontani, és akkor egy ilyen kis átjárót lehetne létesíteni. Na, hát így néz ki a Duna-Tisza csatorna. Szépen rügyeznek a fák, a madarak csicseregnek, a pecásoknak meg jó idő van, édesapám is kint van és horgászik, ő neki az a hobbija. Én vasútmodellezek, autómodellezek, ő meg horgászik. Szerintem ezt a témát itt kimerítettük. Menjünk, nézzünk el a másik irányba, és ott is körbe tekintünk. Megnézzük, hogy milyen változások vannak. Megnézzük az új gyalogos aluljárónak is az építkezését. Ugye hát, ha elkezdték a földmunkálatokat, hát, ha tudok nektek mutatni újabb dolgokat. Remélem, hogy tetszenek ezek a Budapest-Belgrád vasútvonalas is videók. Sajnos most már ránk jár a rúd. Nagyon figyelnek az őrök. Ki lett adva, hogy tilos a videózás. Nem tudom, hogy miért. De hát ilyen ellenségesek a beruházók. Sajnos. Munkagépek. Újra visszatértem a vasútállomáshoz, és így néz ki a régi aluljáró kijáratnak a hűlt helye, és ott van a új aluljáró. Még az Andris a múlt hét szombaton itt be tudott kukucskálni, és tök jó volt, hogy itt a régi volt, és mögötte már az új. Én már csak így tudom megörökíteni, hogy el van bontva, ott még a fala megvan, de ennyit az egészre, ott egy munkagép. Hát így fest. És akkor ott csinálják a celeptán falat, amiről már korábban videóztam. Láthatjátok, hogy itt a rézsüt teljesen kiirtották, itt teli volt fával, növényzettel, mindennek hűlt helye. Na, itt vagyok a következő forgatási helyszínnél. Dunaharaszti nagy állomás felé nézünk. A Rákóczi utcai vasúti átjárónál vagyunk. Látható, hogy a jobb vágány mellett már elkezdték kihelyezni a felsővezeték tartószapokat. Aztán jó kérdés, hogy az állomás csak két vágányos lesz, vagy három, mint régen. Meg volt még egy csonka. Majd a idővel meg kirajzolódik. Látszik, hogy itt van a régi vágánynak a helye. Itt az útátjáróban meghagyták. És itt volt a harmadik vágány, ahol a vasúti közlekedés folyt, de most már az új jobb vágányon folyik. Fordulok egyet, most Budapest irányába nézünk, Soroksár irányába. Láthatjátok, hogy a régi fölvágánynak már csak a hűlt helye van, illetve az átjáróban van meg. Még annyi, hogy itt is kihelyezésre kerültek a felsővezeték tartóoszlopok, és sínszálak vannak ledepózva a vágány közé, illetve ott lent vannak betonaljak. De nem is húznám túl hosszúra a szót, menjünk, nézzük meg a következő helyszínt, az új gyalogos átjárót, hogy hogyan is fest a beruházás. Na hát itt vagyok a következő forgatási helyszínnél, a gyalogos átjárónak a építési helyszínénél. Még az előző videóban, amit itt forgattam, itt szépen megvolt a vágány, annak már hűlt helye, elbontásra került, viszont a gyalogos aluljárót nem kezdték el mélyíteni, de láthatjátok, hogy ide is beraktak egy ilyen ideiglenes hidat, csináltak neki pilléreket, és akkor itt közlekednek a anyagvonatok, meg itt is kiirtották a fákat, mindent is, itt fa volt, növényzet, azt megszüntették. Hát ennyit erről. Látható, hogy itt végig ilyen cölöpöket helyeztek le, hogy megtartsák a vágányzatot. Itt majd egyszer egy gyalogos aluljáró fog kinőni a föld alatt, a két vágány alatt. Így néz ki a terep. Itt van az utca. Nem tudom, milyen utca, mert nincs egy utcanévtábla, lelopták, vagy nem tudom. De nincsenek kirakva. Itt fog épülni. Strabag fogja csinálni. A nagy
aluljárót pedig a kolász csinálja. Na jó, van ennyit erről. Menjünk, nézzük meg a határutat, és akkor le is fogom zárni ezt a videót. Remélem tetszeni fog nektek, és mindenkinek a nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. A hölgyeknek sok locsolót, a srácoknak meg sok piros tojást. Na hát itt vagyok a határúti átjáróban. Ide vannak ledepózva a régi bontott sínszálak. Láthatjátok, hogy hűlt helye van a régi fölvágánynak. Itt az útátjáróban még megvan. Majd ezt utólagosan fogják kiszedni. És fordulok egyet Budapest felé, a Biök felé. Ott még mindig ott van a váltóknak a része, és itt is hűlt helye van a vágányoknak. Egyszer majd elmegyek arra Soroksár felé, megpróbálom levideózni az építést, de az nem most lesz. Remélem tetszett ez a videó, tartsatok velem egy következő videóban, és tudjátok, hogyha érdekelnek képanyagok, akkor a Hella Fanatic Facebook csoport találja egy következő videóban. Mindenkinek nagyon kellemes húsvét ünnepeket, sziasztok, jó hétvégét!